estét kívánok! Január elmúlt, itt vagyunk február elején, és hát ilyenkor akik odafigyelnek az atlétikára, azok pontosan tudják, hogy megkezdődött a fedett pályás szezon, akár a hazai, akár a nemzetközi mezőnyről beszélünk, úgyhogy itt az ideje, hogy elindítsuk az idei évet, az idei évadot az atlétákkal is. Vendégem Tölgyesi Előd, az ARAK szakosztály igazgatója. Szervusz, üdvözöllek a... Jó estét, szia! ...műsorban. Ugye hétvégén ti is elkezdtétek az újoncokkal, ráadásul nem is akárhogy. Ugye 4 aranyérem és 1 bronzérem a csapat neve mellett, és ugye hát most már gyakorlatilag szerintem Ctrl-C, Ctrl-V-vel veszed ki, hogy az adott országos bajnokság legeredményesebb csapata, egyesülete az ARAK utánpótlás akadémiája, ugye így volt ez a hétvégén is. Igen, ezt is gratulálok. Köszönjük szépen. Hát tényleg, mintha tegnap lett volna az évzáró, és most már rögtön az új szezont kezdtük el. Nyilván ezt az első országos bajnokságot már megelőzte egy-két apróbb, úgymond felvezető, formába hozó verseny. Mi magunk is rendeztünk ilyet január közepén itt a Bregyóban, de valóban az első országos bajnokság a legfiatalabbaknak volt, az újoncoknak. Ők a 13 évesek, ők most kezdték igazából az atlétikának a versenyzését, először indulhattak országos bajnokságon, és mivel ez a korosztály nálunk tavaly szeptemberben edzőt is vált, ez így menetrendszerűen a 12 évesek a következő évi felkészülést már a serdülő újonc edzővel kezdik. Így igazából nem csak a gyerekek vizsgáznak, hanem az edzők most látják őket először, és így a rendszer is vizsgázik, hogy a éppen aktuális országos bajnokságon hogy tudnak szerepelni, hiszen eddig csak kisebb régiós versenyeken, itt is elsősorban csapatversenyekben néztük meg, hogy az atlétika sok-sok verseny számai közül miben lehetnek jók. Itt pedig már rögtön be sem írtél, aki 3 országos bajnokságot is nyert, szinte 3 különböző szakágban, ha mondhatom így, hiszen nyert gátfutásban, nyert 300 méteren, nyert 600 méteren, tehát ügyességi számba, sprint számba és középtávfutásban is nyert, de a fiú 4x200-as váltó is a dobogó legmagasabb fokára állhatott, és valóban 4-nél több országos bajnoki címet egy egyesület sem nyert a újoncok között, úgyhogy remélem nem túlzás azt mondani, hogy célokat teljesítettük, és ott folytatjuk ezt az évet, ahol az előzőt abba hagytuk. Akkor mondhatjuk, ha már itt említetted a vizsgázás kifejezést, hogy jelesre vizsgáztak az elmúlt hétvégén mind a versenyzők, mind pedig az edzők. Igen, de hát azért nyilván, hogy mi edzők és sportvezetők azért soha nem dőlhetünk hátra, és lehetünk teljesen elégedettek. Az éppen aktuális versenyzők, éppen aktuális formájával és eredményével teljesen elégedettek vagyunk, de mindig lehetnénk egy kicsit többen, mindig lehetnénk még egy kicsit eredményesebbek, és még törekedni a tökéletes felé. Ugye te is mondtad, hogy az újoncok, ugye ők azok, akik most kezdik tulajdonképpen a versenyzést. Mennyire széles ott lenne annak a bizonyos piramisnak az alja, amitől épül szépen egy sportág, akár nálatok, akár egy ilyen országos bajnokságot országosan nézve? Én úgy gondolom, hogy nagyon vegyes a kép, és ez igaz nálunk is, és igaz az országban is, hiszen a fedett pálya csak egy szelete a teljes atlétikának, és nem a utcai futásokra gondolok elsősorban, hanem a tényleg hosszabb távú futásokra, valamint azokra a hosszú dobó számokra, mint a gerely, kalapács, diszkoszvetés, amik fedett pályán nyilván nem lehetnek. Úgyhogy az atlétikának durván a 2/3-át tudjuk mi most így felmérni, és pont a dobások azok, ahol mi is szeretnénk, és már az elmúlt években léptünk is sokat előre, és ezek a gyerekek is szeretnék megmutatni magukat, megmutatni azt, hogy mit tudnak. Ők most ezt még nem tehették meg, viszont március elején egy téli dobóbajnokság keretében majd remélem hasonló jó eredményekről számolhatok be. A pályaatlétikai számokban is vannak különbségek, hiszen például a távolugrásban több mint 40 induló van, és több csoportba tudták megrendezni a távolugró versenyt, hogy ne egyszerre ugorjon több mint 40 egykorú, egynemű atléta. Addig vannak olyan versenyszámok, ahol mondjuk egy futam van, egy futás, és rögtön aki először célba ér,
ő rögtön tudja, hogy ő az országos bajnok. Tehát itt is egy kicsit vegyes a kép, nálunk is így van, vannak húzó szakágak, ilyen a sprintfutás, ugrás, reméljük majd a dobás is ezt megmutatja ugye márciusban, de nálunk is lehetne még közép-hosszú távfutásban például több gyermek, akik ebben a versenyszámban is indulnak, és mindig lehetnénk többek, és mindig lehetnénk ugye jobbak, mint ahogy ez a célkitűzésünk is. Hát ez egyfajta egészséges örök elégedetlenség, az mindig kell, hogy legyen, ha másban nem a szakosztályigazgatóban mindenképpen. Ugye haladunk majd tovább, a szezonban jönnek ugye majd nyilván a serdülők, az IFIK országos bajnokságai, mire számítotok itt a fedett pályás szezonban, hogy sikerült a téli alapozó munkát elvégezni nálatok? Hát pont ezt szeretnénk lemérni, hogy ez hogy sikerül, ezek részben már elkezdődtek, hiszen egy ilyen országos bajnoksággal párhuzamosan ilyen abszolút versenyeket is hirdett a szövetség, valamelyest külföldön is voltak már Bécsben, illetve Pozsonyban versenyzőink. Többen egyéni csúccsal kezdték már az első versenyt is bizonyos számokba. Optimisták vagyunk ezen a téren, és nyilván van, ahol még a forma az országos bajnokságra, országos bajnokságokra szeretnénk hegyezni és élesíteni, úgyhogy még van 2-3 hét bizonyos versenyzőknek, hogy az utolsó simításokat is elvégezzük. Ugyanakkor azt is meg kell vallani, hogy nem csak azért, mert a fedett pályás atlétikai világbajnokság Kínába lett volna, és ez ennek a törlése miatt azt mondhatnánk, hogy nem fontos a fedett pálya, fontos a fedett pálya, de a szabadtér mindig fontosabb. Tehát a prioritás, a alapokat is nézve, hogy az atlétika elsősorban szabadtéri sportág, ugye ott van az összes versenyszám, nem csak részben, mint télen, hanem eleve az egy hosszabb versenyidőszak, eleve ott több versenyszám van, több országos bajnokság van, több szakág tudja megmutatni magát, tehát alapvetően az atlétika szabadtéri sportág, de mivel a világ már oda fejlődött, hogy fedett pályán is rangos, nívós, jó versenyeket lehet rendezni, és ehhez a felkészülés is már úgy igazodott többnyire már az elmúlt években, évtizedekben, hogy ehhez alakítjuk a felkészülést, így valóban egy fontos állomás, de nem a legfontosabb. Ha már említetted a kínai világbajnokság elhalasztását, csak a véleményedre, hogy a kíváncsi, te mennyire értesz ezzel, egyet mennyire tartod jó döntésnek, hogy most akkor gyakorlatilag bármi, ami Kínában történik, az lemondásra került a következő hetekben, hónapokban, ugye az atlétikai világbajnokság, a Formula E sorozat, és lehetne még jó néhány példát hozni. Igen, én úgy gondolom, hogy pont ezek miatt állt be a Nemzetközi Atlétikai Szövetség is ebbe a mondhatni sorba, hogy nem fog kivételt tenni, hiszen ők sokkal több információval rendelkeznek, mint mi, akik csak a sajtón keresztül, vagy valósan, vagy vélten kapunk információt. Biztos, hogy nem volt könnyű döntés. Valószínű, hogy a legjobb döntés született, ugyanakkor ennek a döntésnek, mint általában mindig minden döntésnek következményei vannak, és rögtön felmerülnek tovább olyan kérdések, amelyekre még nem kaptunk választ. Például 2021-ben, amikor fedett pályás Európa-bajnokság is lesz. Ezek szerint most már világbajnokság is lesz, hiszen egy évre került elhalasztásra a világbajnokság. Hihetetlen dilemma, hogy egyszerre Európa-bajnokság, egy-két héten belül világbajnokság, időben, térben ez elkülönül egymástól, hiszen Kína nem Európa. Hogy fogják ennek az időpontjait megvalósítani? Aki már ide kvalifikált erre a világbajnokságra, adnak jövőre újra kell-e, vagy az idei kvalifikációk elvesznek jövőre. Tehát nagyon sok további kérdést vet még föl. Mi úgy gondoljuk, hogy ezekre lesz még idő, hogy választ kapjunk. Azok a felnőttek, akik erre készültek, azok biztos, hogy hiányként fogják ezt megélni, és át is tudom érezni a helyzetüket. Nem szeretnék most visszamenni 84-ig az olimpiák történetében, de 3 évvel ezelőtt mi magunk is átéltük, hogy Kenyába nem vehetett részt a ifjúsági világbajnokságon a magyar atléta válogatott, pedig az a világbajnokság megrendezésre került, így több egy magyar sem vehetett részt, és több fehérvári versenyző sem tudott jelen lenni, és már soha nem is tudjuk meg, hogy mi lett volna, ha.
És ugye, amit te is említettél, hogy egy éven belül, sőt, tehát néhány héten belül lesz majd jövőre világ és Európa bajnokság, hogy hát nyilván a legjobb európai atléták majd, akiknek ugye van esélyük világbajnoki döntőre, éremre, világbajnoki címre, nyilván ott vesznek majd részt, és ezáltal egy picit leértékelődik majd az Európa bajnokság, ami nekünk európaiaknak annyira nem feltétlenül jó, és esetleg tényleg majd olyanok kerülhetnek oda, akár érem dobogó közelébe, akik mondjuk egy teljes mezőnyben lehet, hogy döntőt sem futottak, ugrottak, dobtak volna. Ez is elképzelhető. Nyilván, hogy egy világ szövetség, mint a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, erősebb, mint egy kontinentális, és egyértelmű, hogyha ez a döntés már a világszövetség részéről megszületett, ehhez valamilyen szinten igazodnia kell majd a kontinentális szövetségnek, tehát az Európai Atlétikai Szövetségnek. Én innentől kezdve el tudom képzelni, hogy annak ellenére, hogy egy évben és egy szezonon belül lesz Európa és világbajnokság is, próbálják pont ezt az élét elvenni, hogy a kettő között hagynak annyi időt, valószínűsíthetően, hogy mind a kettőnek megmaradjon a rangja. És akkor térjünk vissza az Arakhoz. Ugye hát két hónappal ezelőtt találkoztunk ugye a Városházán is, ahol ugye tulajdonképpen azt ünnepeltük karácsonyra nem sokkal, hogy az Arak az utóbbi évek, sőt története egyik, hanem a legsikeresebb szezonját zárta. Hogy látod, fönntartható ez a fajta fejlődés? Tehát, hogy majd mondjuk 10-11 hónap múlva egy ugyanilyen hasonló eseményen a Városházán arról beszéljünk, hogy nem 19, hanem a 2020-as év volt az Arak legsikeresebb éve. Nekünk a minimális célunk mindig a maximumra való törekvés, hogy jobbak legyünk, mint előző évben. Igaz ez a klubra, igaz ez bizonyos szakágakra, és ezen belül nyilván az atlétákra is, hiszen azért edzenek, azért vállalnak napi több órát a szabadidejükből, ezért áldoznak erre, mert nem csak jó csinálni, nem csak szeretik csinálni, hanem szeretik, ha van eredménye is, és nyilván akkor van eredmény, ha egyéni csúcsok születnek, hogyha ne adj Isten, vagy adja Isten, országos csúcsok születnek, és a legjobb az, hogyha ez nem csak országos bajnokságokon történik, hanem az idősebbeknél már nyilván nemzetközi szinten. Tehát nyilván mi erre törekszünk, ez az életünk, erre csúnya szóval esküdtünk fel, de nyilván, hogy ezen az úton, bár egy nagy közösség az atlétika családja itt az Arakon belül, de nyilván, hogy támogatók nélkül ezen az úton önállóan egyedül nem tudunk menni. Magyarul nem csak a mi szándékunkon múlik, hogy kiből mennyit tudunk kihozni, hanem bizonyos sarokszámokon és kereteken is, és nyilván, hogy ezek az egyeztetések már mind helyi, mind pedig országos szinten a szakszövetség felé is jeleztük, és még nem tudjuk azt, hogy sikerül-e ezen a megkezdett úton tovább lépni, de nekünk feltett szándékunk, hiszen ex-sportolóként és sportban élőként, dolgozóként, hát az a minimum, hogy tőlünk azt várja el mindenki, hogy soha ne adjuk fel. Budapestről mennyire látnak egyébként ide le Székesfehérvárra a szakszövetség vezetői? Gondolok itt arra, hogy mennyire tényleg reális az a fajta mondjuk támogatás, amit ti szeretnétek megkapni, hogy azt meg is kapjátok, tehát mekkora segítséget kaptok egyébként az Atlétikai Szövetségtől. Nyilván lelátnak ide, hiszen a Gyulai Memóriára le kell jönni. Szerencsére ezen kívül is lelátnak. Nem csak azért, mert az eredményünket nem lehet nem észrevenni. Tényleg lekerültek a szemellenzők a bizonyos szakvezetők szeméről, és az elmúlt években egy nagyon jó kapcsolat alakult most már ki a szövetség és az Arak között, amiben még további potenciál van, hogy idén ugye 2020-ban az olimpia évében a szövetség nem rendelkezik kevesebb támogatással és anyagi eszközzel, mint korábban. Nyilván, hogy ezeknek az elosztása még nem derült ki, hogy kapunk, részesülhetünk belőle, de az rendező elv mindig, hogy kevesebbet nem, mint az előző évben. Ennek ellenére volt már rá példa, de az nem az olimpia évében, úgyhogy bizakodóak vagyunk e tekintetben is.
megint egy picit előre szaladtál, de akkor beszéljünk tényleg az olimpiáról és az olimpiai évéről, hiszen azért nyilván volt sportolóként, sportban élőként, te is tudod, hogy itt nyilván az embereket az érdekli, hogy lesz-e olimpiai résztvevője a fehérvári atlétáknak, lesz-e majd nyilván valamikor olimpiai bajnoka. Ennek ugye nyilván tiszta szívből szurkolunk. Te hogy látod egyébként, kell Tokióba a repülőjegyet foglalnotok majd? Tudom, a MOB foglalja. Hát ismerlek annyira, hogy ez lett volna a válasz, de a kérdés akkor az, hogy lesz-e, látsz-e arra reális esélyt, hogy mondjuk egy-kettő arakos atléta akár az idei olimpián Tokióban részt vegyen a játékokon? Olyan versenyzőnk van, erre nem tudok igen-nemet mondani. Tehát kénytelen vagyok több mondattal ezt elmagyarázni. Van még idő, több olyan versenyzőnk, akiben van potenciál, hogy kint legyen 2020-ban Tokióban, és repülőjegyet kell részére váltani. Viszont ez nem olyan egyszerű. Két oknál fogva sem. Egy, elsősorban mi utánpótlás akadémia vagyunk, ebben most már hetedik éve nyújtunk kimagasló, országos szinten kimagasló eredményeket, és nyilván, hogy ebbe az elmúlt hét évben, évről évre kerülnek ki olyan fiatalok, akik a sportban szeretnének még maradandót alkotni, de ők még azért, hiszen 11-2-3 évesen, ha elkezdik, és az elmúlt 6-7 évben még nagyon a tinédzser koruk végén, vagy 21-2 éves korban járnak, és azért tudjuk, hogy az olimpiákon nem a legfiatalabbak szoktak részt venni és maradandót alkotni. Magyarul a mi utánpótlás akadémiánkban felnevelkedett és kikerülő most már fiatal felnőttekben megvan a potenciál, viszont még ehhez kell idő. És most nagyon nehéz azt megmondani, hogy ez a pár hónap, ami előttünk van, ez elég erre, vagy nem. Én most óvatosabban fogalmazok, és azt mondom, hogy szerintem ez még rövid, de soha nem mondom azt, hogy lehetetlen, és meg se próbáljuk. A másik, a kijutásnak a kvalifikációja. Most nem lehet egy kiugró eredménnyel kvalifikálni, ami részben jó, de mondjuk pont esetleg egy fiatal versenyző esetében ez hátrányt jelenthet. Így van, itt van sajnos pont ez a párhuzam, ahol mi nem rendelkezünk handicappel, hogy azok a fiatal versenyzők, akik már tavaly előtt a utánpótlás korosztályos világ vagy kontinens viadalon bizonyítottak, érmet nyertek, országos csúcsokat futottak és döntősök lettek. Azért, mert eltelt egy év, ők jobbak lesznek, de nem jelenti automatikusan azt, hogy a felnőttek között a legjobbak közé kerültek. Ez nagyon sok idő, nagyon sok munka, megvan bennük a lehetőség, de ilyen rövid idő alatt ez még nem jelent, és nincs garancia az áttörésre. És miért kell itt áttörésről beszélni? Azért, mert a kvalifikációt megnehezítette a Nemzetközi Szövetség, legyen az nyilván a MOP, vagy a NOB pedig ezt elfogadta, hogy a versenyszámonkénti korlátot, létszámkorlátot, legyen ez egy 40 fő egy versenyszámba, ez nagyjából fedi is a valóságot, valahol több, valahol kevesebb, tehát ez is érdekes, hogy van olyan versenyszám, ahol 28, van, ahol pedig 56 versenyző vehet részt. Az atlétikának ugyanolyan versenyszáma mindegyik, miért van ez a nagy különbség, és ez mind pálya versenyszám, még nem is az utcai maraton vagy gyaloglásról beszélek, ahol még több rajthozálló lehet. A mondjuk átlagos 40 főből kimondott célja a szövetségnek, hogy körülbelül a fele, tehát kb. 20 szintes legyen. Magyarul a világ top 20 versenyzőjébe kell kerülnie annak, aki biztos olimpián szeretne lenni. Aki idézőjelbe csak, nagyon idézőjelbe csak, 30-35-dik, azok hihetetlen kemény kvalifikációs rendszeren keresztül kell elérjék a kijutást, hiszen legalább 5 nagyon jelentős versenyen nagyon jól kell szerepelni, nagyon eredményt kell elérni ahhoz, hogy valaki olyan világranglista pontszámokkal, eredménypontszámokkal gazdagodjon, ami a döntés pillanatában a világranglista 20-tól a 40. helyéig
kvalifikálja a versenyzőt, és ez már nem csak a versenyzői képességeken múlik, hanem bizonyos versenyekre való bejutás menedzseri kérdéseket is felvet, hogy melyek, milyen versenyző képviselő menedzser tudja ezeken a versenyeken rajthoz állítatni ezeket a versenyzőket, ahol pedig ugyanolyan nagy a konkurencia, mint a kijutásba. Itt több száz atlétáról beszélünk világszinten, tehát itt a százba kerülni is nehéz, és nagyon nehéz, mint teniszbe, csak itt minden versenyszámnak megvan a top 100-as ranglistája, és itt tényleg 40-ről beszélünk, nem idézőjelben csak 100-ról. Akkor jól értem, hogy esélyt azért látsz, de nem hajszoljátok, és nem akarsz ezáltal túl nagy terhet tenni egyik sportolóra sem, és akkor most szándékosan nem mondtam neveket. Igen, bőven elég, hogyha ezek a versenyzők tudják magukban és saját motivációs tényezőként ez szerepel bennük, hogy úgyis fognak a szintteljesítési időszakon belül versenyezni, úgyis kihozzák magukból a maximumot. Ha ez elég, akkor nagyon örülünk, ha nem, akkor, és ez is az idei évnek egy célkitűzése és motivációja, augusztus végén Európa-bajnokság lesz. És én úgy gondolom, hogy a mi idézőjelben fiataljainknak egy Európa-bajnokság még inkább testhez álló, mint az olimpiai kijutás és szereplés. Vagyok meg őszintén, ha össze is jönne, akkor nagyjából abba a nehéz helyzetbe kerülnénk, hogy kint, annak ellenére, hogy valaki kijut, éppen becsúszna a 40-be, kint első körbe sajnos kiesne. Egy olimpia nagyobb kudarcot jelentene egy versenyzőnek megélni, mint amekkora felhajtása a kijutás és a kvalifikáció jelentene, és utána van az Európa-bajnokság, lehet, hogy mentálisan sokkal leeresztettebb és kevésbé harapós, motivált versenyző menne az Európa-bajnokságra egy olimpiai kevésbé jó szereplés után, mint ha valaki direktbe közvetlenül az Európa-bajnokságra készül, és ott szeretné az idei évi legjobbját, vagy élete legjobbját nyújtani. Viszont ha egy picit távolabb nézünk, ugye 2023-ban Budapest atlétikai világbajnokságot rendez, ahol ezek a fiatalok már nem lesznek annyira fiatalok, hanem inkább rutinosabb versenyzők lesznek. És ide kötném még azt, amiről jó pár éve beszélgetünk folyamatosan, ugye, hogy tényleg az atlétika egy olyan sportág, amelynek képviselői nem megbántva senkit, mert más sportágok is vannak azért szerencsére itt, de szeretnek ugye tanulni, tovább tanulni. Ugye most azért erre is van itt lehetőség Fehérváron, tehát ilyen tekintetben is megvan a megtartó erő. Szóval mennyire van fókuszban így 23 nálatok, hogy azért mondjuk jóval kevesebb versenyző megy el mondjuk máshova tanulni, és ezáltal máshova sportolni, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt. Nem csak a budapesti, illetve magyarországi rendezésű világbajnokság az, amelyen keresztül mi szeretnénk a most tínédzserkorú vagy középiskola végein járó élversenyzőinket megtartani, hanem tényleg feltett szándékunk, hogy a regionális atlétikai központban, ami az országban még mindig a top 3-ban lévő intézmény, a ebbe folyó szakmai munka, amit az ARAK képvisel, én nem elfogulatlanul, de próbálok függetlenül benne dolgozóként azt mondani, hogy szintén a top 3-ban van a benne folyó szakmai munka. Ez feltett szándékunk, hogy megmutatkozzon a felnőtt kori eredményességben is. És az csak épp a szerencse, hogy ez a felnőtt kori eredményesség megmutatkozhat Magyarországon, megmutatkozhat Budapesten egy világbajnokságon, de megmutatkozhat 24-ben az olimpián is. Hát úgy legyen, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Fogunk még találkozni, beszélgetni. Én azt gondolom, hogy legközelebb majd a fedett pályás szezon végén és a szabadtéri szezon elején majd újra átveszünk, hogy akkor hogyan is sikerült ez az előttünk álló időszak, ami elsősorban akkor a felkészülésről szól. Ehhez kívánok sok sikert és sérülésmentes versenyeket. Köszönjük szépen, így legyen. Önöknek pedig köszönjük már a figyelmet, ez volt a Bajnokok Városa, ezzel a műsorral legközelebb majd egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!